Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Azbej Tisztán, a Hungary Help vezetője, a külügyminisztérium államtitkára. Szép jó reggelt kívánok! Öröm Önt itthon látni éppen és egészségesen. Kezdjük a közel-kelettel. Mit tudunk segíteni? Hisz Gáza városában annak idején még hatalmas keresztény populáció volt, ma egyre kevesebben vannak, de annak a kevésnek is segíteni kéne. A mai világban, amikor lassan már mindent relativizálnak, az első dolog, amivel segíteni tudunk, az, hogy kimondjuk a dolgokat. Magyarország az október 7-i terrortámadás óta világosan fogalmaz, hogy egy ilyen brutális terrortámadást, amit a Hamas terrorszervezet elkövetett Izrael és izraeli emberek ellen, ezt nevén kell nevezni. Azért fontos ez, mert a nagy világban már megindult ennek a relativizálása, mi ezt elutasítjuk a legsúlyosabb, leghatározottabban ezt el kell utasítani. Azt is ki kell mondani, hogy Izraelnek joga van az önvédelemre, saját állampolgárainak a védelmére, önmagának a sorsának a meghatározására, és így a terror ellenes küzdelemre is. Ezen kívül pedig a terror támadásoknak van egy humanitárius következménye. A több mint 100 túszul ejtett állampolgárt. 249. Több mint 200 túszul ejtett állampolgárt azonnal szabad lábra kell helyezni a Hamas terrorszervezetnek, illetve a terrorellenes küzdelem során a válaszcsapásoknak is megvan a humanitárius következménye, amivel foglalkozni kell. Ugyanakkor a magyar kormánynak az első és a legfontosabb feladata a magyar állampolgárok életének a megóvása és a védelme volt. A terrortámadást követően azonnal megkezdődött az Izraelben tartózkodó magyar állampolgároknak az evakuálása. Légi híddal több száz embert tudtunk sikeresen és gyorsan hazahozni Izraelből. Ezen kívül a Szijjártó Péter külügyminiszter úr által tett bejelentés alapján katari közvetítéssel tárgyalunk a Hamas által foglyul ejtett, túszul ejtett öt magyar állampolgárnak az szabadon bocsátásáról. Ezen kívül pedig a Gázában élő vagy Gázában rekett magyar állampolgároknak az evakuálását. A túszul ejtett családtagjaival vasárnap a köztársasági elnök asszony is találkozott az elnöki rezidencián Jeruzsálemben. A magyar államfő a legmagasabb szinten tett egy gesztust, és fejezte ki szerintem minden magyar ember szolidaritását a éppen a terroristák által meggyilkolt, vagy éppen túszul ejtett magyar állampolgárságú embereknek a hozzátartozóinak. Ön szerint mi lehet ennek a megoldása, hisz ön szolgált is a Közel-Keleten? Az, hogyha a palesztin nemzeti hatóság, van elég erő a palesztin nemzeti hatóságban ahhoz, hogy Gáza városának az igényeit, a takarítást, a vízellátást, a munkahelyeket meg tudja oldani? Vagy itt egy komoly arab összefogásra van szó, vagy egy nemzetközi összefogásra? A Közel-Kelet... Én már egy lépéssel túl vagyok a Hamaszon, hisz Izrael eltökélt szándéka, de mindig előre kell, hogy és mi lesz azután. Hisz a palesztin nemzeti hatóság elnöke az amerikai külügyminiszternek azt mondta tegnap a kora délutáni órákban, hogy ő kész erre. A Közel-Kelet kapcsán gyakran követik el azt a hibát, hogy megpróbálnak emberek, szereplők igazságot osztani, vagy a megoldás letéteményeseinként megmutatni magukat. Mi ennél szerényebben és nagyobb alázattal állunk ez a kérdéshez. Amit mindenképpen meg akarok említeni,
hogy a 2020-ban megkötött Ábrahám egyezmény az mindenképpen a béke irányába tett jelentős lépés volt, egy régóta várt előre lépés volt. Tehát a megoldásnak egy kulcsa mindenképpen Izrael és a közel-keleti muzulmán többségű arab országoknak a kapcsolatainak a normalizálása. Ez mindenképpen részét jelenti. Tehát mi azt gondoljuk, én azt gondolom, hogy ha létezik a közel-keletre a konfliktusainak a enyhítésére megoldás, bár az elmúlt sok ezer évben ez nem volt jellemző, akkor az ilyenfajta a kapcsolatoknak az újrafelvétele és a normalizálása, ez része ennek a megoldásnak. Amit viszont mindenképpen el kell kerülni, hogy a Hamas terror támadása, illetve az azt követő izraeli terrorellenes válaszlépés az államok közötti konfliktussá növekedjen. Hogyha ez megtörténik, az elképesztő és Európára is kihatással levő regionális konfliktushoz vezethet, igen. Egy pillanat azért maradjunk még a közel-keletnél, hisz ugyan én nem szoktam mások munkáját értékelni, de én még nem felejtettem el a Covid idején milyen lelkesen rohant a Hungary Help segíteni az ott rekedt keresztényeken is, és a legszükségesebb dolgokat vitték nekik, ez példaértékű volt. Ugyanakkor a templom helyreállítások, hisz a közel-keleten a templomok, zsinagógák, azok nem csak imahelyek, hanem maguk az iskolák, és önök ezt kellőképpen felfedezték. Miután rendbe hoznak, talpra állítanak például Szíriába egy ilyen templomot, ahol végül utána tanulnak is, és otthont is jelent a diákoknak, mennyire tudják a helyiek ezt fönntartani? Mennyire marad ebből valami maradandó? A közel-keleten több országban támogatunk egyrészt keresztény közösségeket, másrészt pedig a keresztény egyházaknak a szociális, oktatás és egészségügyi intézményeken keresztül az egész országot és az egész társadalmat. Hogy muzulmánok is járhatnak ezekbe az iskolákba. Pontosan így van, így is helyes, meg így is erkölcsös, így is morális, meg így is előre mutató, hiszen így nem csak egy adott válság vagy háború sújtotta országnak a helyzetén javítunk, hanem a keresztény-muzulmán együttélést is támogatjuk ezekben az országokban. És a konkrét kérdése, hogy hosszú távon mi a kifutása ezeknek a programoknak, nagyon friss és személyes benyomással tudok válaszolni. Két héttel ezelőtt jártam Irakban. Észak-Irakban, iraki Kurdisztán, a Ninivei fennsík és Szindzsár régió területén, hogy megnézzem azokat a támogatási helyszíneinket. Ezen látogatásait mi a híradóinkban végig is kísértük. Igen. Köszönöm szépen, hogy beszámoltak erről. Meglátogassam azokat a helyszíneket, ahol a keresztény, az üldözött keresztény és az üldözött jazidi közösségeket 7 évvel ezelőtt a támogatásunkba vontuk. És egy példát említek, a Ninivei fennsíkon az iszlám állam 2014-ben borzasztó pusztítást hajtott végre, elüldözte a keresztényeket, az infrastruktúrát lerombolta. Ott az első feladatunk az infrastruktúra újjáépítése volt, amit más nyugati ország nem csinál, valóban a templomoknak az újjáépítése is, az egyházi infrastruktúra és imahelyeknek az újjáépítése. Amikor elkezdtek visszatérni ide a keresztények és a jazidi emberek, ezt követően az alapvető ellátó rendszert támogattuk. Ezt máson keresztül, mint az egyházakon keresztül nem is tudtuk volna megtenni, hiszen akkor még az iraki állam nagyon gyenge volt ezen az ISIS rémuralma alól felszabadított területen. Most pedig a látogatásom során a helyi közösségeknek a vezetői, egyházi vezetők arról számoltak be, hogy most már van hol élniük, volt hova visszaköltözniük. Vannak templomaik, iskoláik, egészségügyi ellátó rendszerük, viszont a háborús pusztítás után a gazdaság nem állt helyre. Ezért, hogy valóban a mi segítségünk hosszú távú eredményekkel bírjon,
a mezőgazdaságnak a újjáépítését, az élelmiszeriparnak az újjáépítését támogatjuk. Jelenleg például a ninivei fensíkon Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együtt agrár minta farmokon segítünk a helyeknek megélhetést szerezni saját maguknak. És nem csak agráriummal foglalkoznak, hanem újabban önkéntes orvosok is elkísérik önt, hisz az egészségügyi ellátás is ezekben az országokban majdhogy nem létezik. Mit tud erről mondani? Van a támogatási területeinknek a sora az bővül. Ez örvendetes is lehetne, de sajnos ennek a hátterében az áll, hogy a világon a konfliktusos területek, a válságövezeteknek a száma egyre növekszik, a válságok és a konfliktusok pedig erősödnek. Ezért a Közel-Kelet mellett, amelyik klasszikus területe a Hungary Helps programnak, az elmúlt időszakban több új területen is jelenthettem be támogatást. Örményországnak nyújtottunk támogatást az elmúlt hetekben, és ezen kívül pedig az idei év szempontjából, illetve a Hungary Helps program szempontjából az idei évnek egy nagy és fontos fejleménye Magyarország száheli szerepvállalásának a növelése. Csádban növeljük meg a szerepvállalásunkat, aminek része agrárfejlesztési projekt, az élelmiszerválsággal segítünk a helyi embereknek, a száhelőzetben élő embereknek választ, megoldást találni, de valóban klasszikus humanitárius missziókat is indítottunk. Csádban magyar orvos missziót és humanitárius műveleti menedzser missziót szerveztünk, és bonyolítottunk le szeptember végén és október elején, ahol magyar orvosokkal együtt jártuk a menekült táborokat és a belső menekült táborokat az országban. Itt érdemes végtelenül kiszolgáltatott embereknek gyakorlatilag életmentő orvosi segítséget tudjunk nyújtani. Itt érdemes megszakítanom önt, mert volt szerencsém belenézni a nevekben, és egyre több Magyarországon működő egyházi kórháznak az orvosaiból is vannak bőven önkéntesek, tehát amilyen kicsi ez a hálózat, még túl is képviselik magukat. Csád esetében ki fog vigyázni ezekre az orvosokra és az agrártanácsadókra a Magyar Honvédség? Igen, így van. Nyilván a kérdés a hírekből és a bejelentésekből táplálkozik. Hát előtte ugyan tudtunk róla, hogy készülőben van, de előtte nem illik beszámolni róla. Igen. Van egy öncenzúra is, hogy nehogy elrontsunk valamit. Ennek biztonsági okai vannak. Ez egy nehéz terep, ez egy kockázatos terep. A magyar kormány felismerte azt, hogy ami a Száhel övezetben történik, az a humanitárius szempontból is fontos, hiszen egymást követik a fegyveres konfliktusok, ráadásul élelmiszer és vízhiányt van. Hogy fog nekünk sikerülni. Másrészt pedig Magyarország és Európa biztonsága szempontjából is fontos, és a terrorizmus erősödésével, a humanitárius válsághelyzetek erősödésével migrációs hullám indulhat innen. Ezért a magyar szerepvállalás a humanitárius segítségnyújtás, az agrárfejlesztés, és a béke támogatásnak a hármas találkozási pontjára épít. Az utóbbit hivatott teljesíteni és szolgálni az a magyar katonai misszió, ami hamarosan elindul Csádba, és aminek a részeként 200 magyar katona megy az országba, segítsen a helyi erőknek az ország stabilitásának a megőrzésében, és segítsen az Európába irányuló migrációnak a megelőzésében. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, ugyan most kezdtünk volna igazán a témába, de itt az idő az úr, bízunk benne, hogy mi hamarabb személyesen újra találkozunk, és ha nem személyesen, akkor interneten valahol itt bejelentkezik. Kedves várom nézőim, a lehetőséget, köszönöm. Az elmúlt percekben Azbay Trisztánt, külügyminisztérium államtitkárát látták és hallották, aki a Hungary Helps-et vezeti sokat magával. Szurkoljunk nekik, hisz minket képviselnek, és bízunk benne, hogy mi is tudjuk segíteni munkájukat. Előzetesek is jövünk vissza, tartsanak velünk!